Na, sziasztok, üdvözletem minden kalocsáról. Na most ráadásul, most pontán láttam a kijelzőt, mert szembesít a nap, de talán így jó. Nézzétek meg, megnézzük a kalocsai vasútállomást. Most igazából már 2007 márciusa volt, ha jól emlékszem, nem járvonat, azt hiszem az első ködös bezárás érintette. De így néz ki maga a felvételi épület, hát nem tudom, be lehet-e menni, de megnézzük. És egyébként benne áll egy tehervonat, mert személyszállítás ugyan megszűnt, de a teherforgalom az annyira van, hogy miatt a pályát fel is újították. Ez volt igen a várótelem, és nézzétek meg a kalocsai mintákat, nem tudom mennyire látszik, próbálom nektek így megmutatni. És ott volt a két pénztár, ahol jegyet lehetett venni a vonatra. Igen, a kalocsai minta az nagyon jól megvan a minden. Próbálom nektek megmutatni, nem tudom mennyi látszik belőle. És akkor szépen elnézünk a az állomás területére, és szerintem itt be lehet menni. És egyébként valamilyen helyi járatú busz ki is jár ide. Gyere meg is mutatom. Autóbusz, igen. Hát el lehet innen sok felé jutni, Dunapataig is például. Érdekes. Na, menjünk, nézzük meg. És szerintem ez lehetett itt a WC épülete például, vagy átjáró raktár volt most így. Szóval nem tudom, mert ez egy hirtelen jött ötlet volt, hogy álljunk meg itt, mert útba esik. Van egy kis váratlan szerencsénk, hogy be tudtunk ide jönni. Ezt nézzétek, ez az, amit már kívül időn mutattam nektek. Ez az egyik váróterem. És itt van a kalocsai minta. Itt volt a két pénztár. És akkor itt van a másik váróterem. Egyébként ilyen berendezett kiállítás van. Hát ez alkalomként nyitva van. Szerintem ide. Hát, tek meg ezért. Érdekes, hogy várótelem, hogy nem csak pad van, hanem asztalok is. Székek is. Tehát egy központi hűtéssel működik. És egyébként benne áll egy tehervagon. De ezt megtudtam, ezek a kocsik már két napja itt vannak, ezek a tartálykocsik, és már csak a fogtői gyár generál forgalmat, viszont ott akkora forgalom van, hogy nem csak, hogy fel is újították az egész pályát, kis Kördöstől idáig a teherforgalom miatt, hanem még fogtai meg is hosszabbították a gyárig. Bár azt hallották, hogy a gyár már saját költségén végezte, de akkor is. És ez érdekes, hogy a személyforgalmat azért kellett itt leállítani 2007-ben, mert nagyon le volt romolva a pálya, és már és a BZ csak ilyen 20-30-an tudott menni, és az nem volt valami utasson szóló dolog. Viszont most majd a pálya fel van újítva, nyugodtan lehetne szerintem akár 80-nal is. Tehát most vissza lehetne a személyszállítást állítani, mert egyébként maga az állomás meg nincs rossz helyen. Hát, mindegy, hát ide feljöttünk, de itt nincs semmi. Illetve az ajtó zárva van, úgyhogy most nem. Megyünk tovább. Viszont itt is vannak ilyen érdekes minták. Tehát azért a vasútállomásért kár meg a bezárás miatt is, mert tényleg így felújított állapotban, és ráadásul úgy, hogy a teherforgalom miatt karban tartják a pályát. Igazából nem látom értelmét, hogy miért lehetne újraindítani a forgalmat. Főleg ugye, hogy már fogtőig is meg van hosszabbítva, miért nem lehetne fogtőig is akár a vízé. És ezt nézzétek. Itt ilyen korábbi vasútas dolgok vannak kiállítva. Mondjuk ezek meg azt hiszem, ezek BKV vonaljegyek. Aha, nézzétek, csak ez egy gyűjtőjegy 2018-ból. Ezek viszont vasúti dolgok. Az F1-es jelzési utasítás, ugye, a vasútas bibliának mondják, és azt mondják, hogy azért van piros, azért piros a borítója, mert ezt vérrel írták. Tehát több vasúti baleset után írták át, meg egészítették ki. Hát itt néhány vasútas igazolvány van most. Mi bele? Régi kurbis telefon. Hát ez a tipikus vasúti távbeszélő, menesztő tárcsát, mint látjátok. És ugye F1, F2, F3-as forgalmi utasítás, kiállítva, vasutas lámpa, vasutas kabát, sapka. És akkor, nézzük csak tovább. Tehát itt ezek meg gondolom képek a vonal életéből. BZ, 299-es, ez többször is megvan.
és itt egy régi vasúti tér. Hát ezt meg ugye mindenki ismeri. Hát, sínszegek. Igen, lépcső, vagonokba be lehet belépni. Ütközővak. Hát tényleg nézettek. A tipikus, ez egy vasútas lámpa. Szintén. Ó, na, ennek. Ez kalcsinak fog nagyon tetszeni. Üdv innen is riklaká. Tessék, egy Szergely, csak neked. Na, és akkor lássátok, feleim. Itt tartunk, ja. Ja, vörös ődök emléke. Ez meg egy régi emléktábla. Na jó, akkor még szétnézünk az állomáson. Szintén egy régmúlt emléke, podgyász felvétel, amikor még volt külön podgyászkocsi, meg még dalabáró szállítás is. Ez pedig a váróterem, nek a másik része. Vagy hát illetve a másik oldala, most már én beszélek már én is hülyeséget, pedig még nem is vagyok annyira lefáradva. És ott pedig egy mérlegház van még elől. Akkor már van jobb képet is csinálni róla, de ugye itt a teherkocsikat tudják mérlegelni, mert valószínűleg nincs már használatban, mert innen már feladás nincsen. De. Hoppá. Hát sajnos, mivel ez a vagon ez itt áll és elfoglalja az egészet, ezért a vágányok felőli oldalt nem tudom nektek megmutatni. Na talán még ennyi, de hogy ott van. Egyébként nagyon szép ez az állomás épület, és kár, hogy így itt hevel padlagon és nem használják. Meg a vasúti személyforgalomért is kár. És itt, egyébként itt volt a forgalmi iroda. Innen szintén az ajtókon esztések, és ugye az állomás főnök. Hát, kár ezért a szép vasútállomásért. Meg a személyforgalomért is itt. De szerintem ez tipikusan az a vonal, ahol itt felújítás után vissza kellene és lehetne is állítani. És még utaznának is rajta, mert tényleg így, hogy 80-nal mehet a WC, így már lenne értelme. Aztán 1, 2, 3, 4, 5 vágányos állomás, ha jól látom, és elsően is látszik, hogy a második vágány fényes, csak a többi az már rozsdás, azt nem használják. Ezt nézzétek, itt van még egy kerékpár, és itt van azért a rakodó. Hát régebben biztos nagyobb élet volt, itt jöttek be a teherautók, és rakottak vasútra. Ott a háttérben pedig látszik egy pár betonalj felmágyázva. Azok valószínűleg azóta vannak itt, mióta kézzék felújították a vonalat, meg fogtóig tovább építették. És egyébként ezek a tartálykosik is csak arra várnak, hogy egyszer majd jön értük egy mozdony is elviszi. Szóval úgy állni, hogy ne legyek szembe fénybe, de na így talán jó lesz. Akkor ez a vasútállomás bemutató videó az ennyi lett volna, megnéztük Kalocsát, minden irányból. Amennyire lehetett, és még szerencsém is volt, mert ráadásul itt a teherben, gondolom azért is, mert a teherforgalomban még itt van szolgálat, legalábbis vasútőrök vannak és vigyáznak itt a rendben, és szerencsém volt, mert ugye megengedték, hogy bemenjek, és belülről is szétnézek a vasútállomáson, ezúton is köszönöm nekik. És hát ezzel az állomást itt akkor búcsúzok, és innen ezzel kis rövid állomás bemutató vlogról. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!